Ezeket tudom odaadni nekik, ez arabul, pastul, meg urdul egy levél, amiben az áll, hogy szeretnék nekik segíteni. Gyümölcsöt, játékot, ennivalót hozott magával 2015 júniusában a Kelenföldi pályaudvarra a Migration Aid egyik tagja. Így próbált segíteni a vonatra várakozó menekült családoknak. Mások melegételt hoztak, de volt olyan is, aki a lakását ajánlotta fel, hogy fürödni, mosni tudjanak, mielőtt tovább indulnak. A nagy menekült hullám után a szervezet aktivistái a tranzitzónákban segítették a menekülteket, de 2016 május végétől több civil szervezettel együtt már nem mehettek be. Most a Magyarországon hivatalosan menekültként elismert családokat támogatják. Valamennyi ruha adományban érkezett, és átválogatás után kerülnek ide a polcok. A szervezet ruhát tartós élelmiszert gyűjt adományokból, és azokat a menekült családok ingyen elvihetik. Augusztus végétől viszont a menekülteket segítő civil szervezeteknek 25% adót kell fizetniük az adományok után. Vagyis ha kapnak egy 1000 forint értékű használt farmer nadrágot, akkor 250 forintot be kellene fizetniük az államkasszába. Erre nincs pénzük, ezért úgy döntöttek, pártot alapítanak. Nem vonatkozik ez a bevándorlási különadó pártokra és pártalapítványokra. Innentől fogva csak egy gondolatmenet volt számunkra, azt mondta, akkor jó, akkor igazodunk az aktuális elvárásokhoz, és akkor azt lépjük, amit ebben az esetben lépni tudunk. Szívert András szerint arról még nem gondolkodtak, hogy ha lesz egy pártjuk, akkor indulnak-e vele a választásokon, de politikai javaslataik lesznek. Párzamos szálként fog működni ez a párt, és nyilvánvalóan nem csak ezzel fog foglalkozni, hanem hogyha már ez a lehetőség ez adódik, akkor el fogunk gondolkozni azon, hogy mi mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megváltozzanak a közéletben az állapotok. A Fidesz frakció közleményben reagált. Azt írták, Soros Györgyöt és hálózatát továbbra sem érdekli a magyar emberek akarata, és továbbra is be akarja hozni a bevándorlókat, de a Fidesz és a KDNP továbbra is minden eszközzel fel akar lépni a bevándorlás ellen.